Tiszteleteli szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, dicsertessék a Jézus Krisztust, békesség Istentől. Gazdasági válság, erkölcsi válság, mindenféle rossz sújtja a mai világot és a világban benne minket, embereket. De élni kell, és a földi élet alapvető feltétele az anyagi javak biztosítása. Túlzottan keressük, de nincs. Élni viszont kell. Bankot rabolni, veszélyes, elkapják az embert, élete végéig börtönben csücsülhet. Miből szerezzük a pénzt? És jön a jó, kézenfekvő válasz, bármilyen furcsán is hangzik, alapítsunk egy új vallást. Ne csodálkozzunk rajta. Az emberek hiszékenységét könnyen ki lehet aknázni. Az emberek hiszékenységét egy jó adag, ígérettel fűszerezve, biztos az üzlet. Az Egyesült Államokban több mint 200 neoprotestáns szekta van. Mindegyik ígért valamit, hogy nem tartotta be ígéretét, az nem számít. Ígérni kell, és rövid távon ez meghozza majd a gyümölcsét. Maradjunk csak néhány példánál. Annak idején, több ezer évvel ezelőtt, a Mindenható Isten a 80 éves Ábrahámnak megígérte, hogy egy nagy népnek lesz az atya. 80 éves volt Ábrahám, és hallotta az ígéretet. Nézd fel az égre, számláld meg a csillagokat, menj ki a tengerpartra, és számláld meg a homokszemeket. Annyi lesz a te utódod. Ábrahám hitt az Isten szavának, és a történelem igazolja, Isten betartotta ígéretét. Vagy ott a második Isten ígéret Mózesnek, mit ígért a mindenható Isten? választott népemet, ezt a rabszolgaságban felnőtt és tönkrement népet, egyesítsd, azt a tizenkét törzset szedd össze, és én hatalmas birodalmat adok neki, rettegni fognak tőle a föld lakói. És a történelem igazolja, Isten betartotta ígéretét. Jöjjenek a többet ígérő emberkék, vallásalapítók, jöjjön butha, Mit ígért követőinek? A szerencsétlen, bajba jutott ember segítségért könyörög, de buta elhallgattatja, hallgas el, szenved csak nyugodtan, és nyög és kiabálj, mert úgyis meghalsz, de halálodban bekerülsz a nagy nirvánába, a nagy semmibe. Ott nem lesz már személyes fájdalmad, de nem lesz személyes örömet se. Köszönöm szépen, buta atyám, én ebből nem kérek, én örvendeni akarok. Igaz, hogy a fájdalom is életem része, de ember vagyok, ami örvendezést, mosolyt is kíván magának. És akkor jönnek a vallás alapítók sokasága, megjelenik Mohamed atyánk is, aki olyan szépet ígér nekünk, és történelem igazolja, hogy ígéretét sokan elhitték, hiszen a kis Janicsár kezében a csupasz karddal mászta meg a várakat, mászta meg az Egervárát is, mert Mohamed megígérte neki, bejut az ő paradicsomába halála után vértanul lesz, és ott folytatódnak tovább a földi élet, testi örömei, csak nyilvánvalóan mennyei vízhanggal. Szerencsétlen Janicsárnak nem kellett több, mászta a várfalat, hogy bejusson Mohamed paradicsomába. Kedves testvéreim, a kereszténység atya, Jézus, a mindenható Istennek a fia. Ő is ígér nekünk valamit. Ígér, amit egyik vallás alapító se ígért, nekünk örök életet ígér. Ez hallatlan ígéret, vajon be tudja tartani? És akkor beszéljen megint a történelem. Elővesszük történelemkönyvünket, a Bibliát. Jézus feltámasztja a naim ifjút. Hallatlan dolog, ilyent még nem láttunk Izraelben. Jézust elhívják, a négy nap óta halott Lázár, a barátja testvéreinek a vigasztalására úgy mond, és Jézus csak bekiált a nyitott sírba, Lázár jöjj ki, a négy nap óta halott Lázár, engedelmeskedik Jézus szavának, legyőzte a halált. Mégis a legnagyobb csodája húsvétkor volt, amikor a feltámad Krisztus a saját testének a feltámasztásával igazolja, én ura vagyok a halálnak, de ura vagyok az életnek is. Bebizonyítottam nektek, meghaltam, de élek. Ugyanígy a ti sírjaitok is. Üresírok lesztek, csak higgyetek. Jézuskám, te nekem örök életet ígérsz? Ez nagyszerű lesz, de ennek biztos, hogy ára van. Mert valamit valamiért, mi az ára az örök életnek. És Jézus megalapítja maga vallását, amikor azt mondja, aki utánam akar jönni, vegye fel minden nap a keresztjét, és kövessen engem. Ho-ho, ez már egy kicsit baj. Jézuskám, ne haragudj, de úgy látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy kevés a te követőd, te ne keresztet ígérj, a téged követőknek. Ígér könnyű életet, ígér mosolyt, ígér gontalan életet, sok pénzt, karriert, fiatalságot, egészséget, ígér bármit. De a keresztet nem akarja senki. De Jézus megismételi, aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem, és hozzáteszi. Mert ahol én vagyok, ott lesz az én követőm is. Kedves testvéreim, keresztet hordozni nem könnyű dolog. Mindig a szomszéd kertje a zöldebb, mindig a másik keresztje az könnyebb. Én az én keresztemmel panaszkodom, mert az én keresztem a legnehezebb a világon. Egyedül ne is próbáljam cipelni, nem fog sikerülni. Oda isteni erő, Jézusi segítség kell. Apostolait is meghívta Jézus, és mondotta nekik, figyelmeztetőleg, nem lehet különb a tanítvány mesterénél, nem lehet különb a szolga uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ti is ugyanolyan halállal fogjátok megdicsőíteni az Istent, mint én. Nekik is a szenvedést ígérte. És a 12 apostol közül 11 vértanú halált hal, a fiatal János hal meg csak, öregségben. Vajon mit tette ezeket az embereket, oly elhivatottá, oly hősiesi a Krisztus kereszthordozó követésében? Péter pragmatikus ember volt. Odaáll egy szép napon Jézus elé, és megkérdez, Uram, nézd, mi mindenünket elhagytuk. Mi lesz hát a mi jutalmunk? Jól gondolkodol Péter. Valamit, valamiért. Te hirdeted Isten országát, lássuk, mit ad neked érte Jézus. És Jézus válaszol, Péter, mindaz, aki értem és az evangéliumért, elhagyja apját, anyját, feleségét, gyermekeit, földjét és vagyonát, a száz annyit kap vissza, ebben a földi létben bár üldöztetése közepette, odát pedig elnyeri majd az örök életet. Ezt ígérte Jézus Péternek, és Péter meg is kapta az ígéretet, az örök életet, de kereszthalálával dicsőítette meg az Istent, amikor Néró keresztre feszítette. És Péter kérése csak annyi volt, fejjel lefele feszítsetek a keresztre, hiszen én nem vagyok méltó úgy meghalni, mint az én mesterem. Kedves testvéreim, mi is hordozzuk a mi keresztünket. Önök is, én is. Fiatalok, idősek, betegek és egészségesek, szegények és gazdagok egyaránt, mindenkinek a vállán ott van az élet láthatatlan keresztje. Soha ne zúgolódjak miatta. Ha én kereszténynek hívom magam, és az vagyok, akkor ennek a keresztnek a hordozása, ha szabad így kifejeznem magam, kutyakötelességem. Hiszen nekem kell az örök élet, de kereszt nélkül ez nem lehet. Kell az örök élet, Jézus felkínálja és megmondja az árát: vegyétek vállatokra kereszteteket minden nap, és úgy kövessetek engem. Uram, adj nekem erőt, hogy zugolódás és húzavona nélkül tegyek eleget mindig a te kérésednek, legyek mindig tisztában azzal, hogy te az ígéretedet betartod, tőlem csak azt várod, hogy a te segítségeddel, Isten erőddel, mindenféle zúgolódás nélkül viseljem emberségemmel járó életem kicsin keresztjét, legyek megnyugodva, legyek tisztában azzal, ha te keresztet adsz, adsz erőt is ahhoz, hogy azt elviseljem, mert az ilyeneké, a kitartóké, a mennyek országa, az önöké is és az enyém is.